június eleje óta már hivatalossá vált, hogy pesterzsébetiek 17 perc alatt tudnak bejutni a belvárosba, vagy oda-vissza keleti pályaudvarba. Hány éves küzdelemnek a következménye ez, és mennyi szerencse volt benne, hogy ez összejöhetett? Ez egy közel 4 éves küzdelem. Amikor a fiamat vittem be az iskolába, akkor történt az meg, hogy én valamint több mint 1 órát utaztam a gyerekkel reggel, hogy beérjek az iskolába. 3-8-ra beértünk, majd utána reggel 8-ra kimentem a keleti pályaudvarra, felszálltam onnan, és 17 perc alatt értem haza, ami azért úgy éreztem, hogy egy nagyon komoly különbség. De az a vonat akkor csak 4 óránként járt délelőtt, és amúgy is 2 óránként a nemzetközi vonat. És akkor kezdtünk el az irányban lobbizni, hogy ez a vonat, amelyik mióta a Józsefvárosi pályaudvar bezárt, azóta furcsa módon elindul a város felé, majd egyszer csak Ferencvárosban gondol egyet, és visszamegy a perem kerületbe, Kőbánya Kispestre, így aki a belvárosba szeretne haladni, az ezt a vonatot nem tudja használni, és ráadásul a belváros felé nem is igazán van csatlakozás, újra kimegy a peremkerületre, felszáll a 3-as metróra, plusz 10 percet utazik Kőbánya Kispest felé, majd 15 percet visszafele, tehát egy 25 perc veszteséget termel magának, ha van egyáltalán metró. Akkor folyamatosan azt a választ kaptuk, hogy nem fér be ez a vonat a keleti pályaudvarra, majd elérkezett az az időszak, amikor a 3-as metrónak már nyilvánvalóvá vált, hogy megkezdődik a felújítása, és akkor a közlekedő tömeg segítségével, aki készített nekünk egy szakmai anyagot arra, hogy miképpen lehetne a 3-as metró pótlását megoldani Pesterzsébet számára is, ebben is szerepelt ez, hogy a vonat legalább ideiglenes jelleggel, amíg a 3-as metrót pótolják, addig ne Kőbánya Kispesten, hanem a keleti pályaudvarra közlekedjen. Az ideiglenes jellegben már látszott-e, hogy milyen nagy igényeket elégít ki ez a vonal? Mi akkor készítettünk felmérést. Az első körben, amikor elkészült az anyag, akkor is készítettünk egy petíciót, és azt több százan írták alá, és a felméréseink is azt mutatták, hogy Pesterzsébeten ez valójában a Dunaparton élőknek, a gubacsi lakótelep, mediterrán lakópark és a pesterzsébeti lakótelep egy részén nagyon hasznos. Soroksáron ez egy nagyobb területet ölel át, és ugye Dunaharasztitól pedig távolodva, minél távolabb vagyunk Budapesttől, annál nagyobb és szélesebb területet ér át, az aminek kedvező ez a dolog, úgyhogy azt már lehetett látni, hogy nagyon sokan lesznek. Amikor a 3-as metró projekt miatt mi a képviselőtestület elé is vittük az ügyet, és a fővárost is megkerestünk, és a MÁV felé a képviselőtestület döntés alapján azt a kérést fogalmaztuk meg, hogy gondolják át. És abban nagyon nagy szerencsénk volt, hogy a 60-i vonalat ebben az időszakban kezdték el felújítani, így a keleti pályaudvarnak valóban lett egy üres kapacitása, és sikerült elérnünk azt, hogy valóban a április 2019. április 7-től, amikor a felújítás elkezdődött, akkor ezek a vonatok a keleti pályaudvar felé kezdtek el közlekedni. És egy nulladik pillanattól kezdve látszott, hogy sokan vannak, főleg az elején sokan voltak, akik kénytelenek voltak átszállni, hiszen eddig a Kőbánya-Kispesti vonalat használtam, de megjelent egy nagyon széles új utazó közönség is, és viszonylag gyorsan kiderült, hogy például a reggeli járatok nem bírják el az utasokat, tehát meg kellett duplázni például a Flirt vonatnak a vagonját, majd le is kellett cserélni Fecskékre, mert hogy annyi utas utazott a reggeli vonatokon, amit nem bírt már el ez a járat. Akkor készítettek is felmérést, az azt mutatta, hogy ugyancsak április 7-től történt ez meg, de már nyáron azt mérték, hogy éves szinten 25%-kal nőtt az utasforgalom, ami ha azt nézzük, hogy ez mekkora időszakot érint, ez nagyon jelentős volt. És ma is azt lehet mondani, hogy ugyan Pesterzsébeten sokan átszállnak, meg Ferencvárosban is van egy átszálló közönség, ettől függetlenül jelent meg egy olyan hatalmas új utazó közönség, hogy a régi utazó közönségnek nagyjából a duplája is megjelent. És ami nagyon nagy előny, hogy olyan emberek használják most a vonatot, akik eddig autóval közlekedtek. Tehát én saját tapasztalatom, hogy mi a vasútállomás mellett lakom, hogy az én közvetlen szomszédjaim közül nagyon sokan hagyták most ott az autót. Ez csak azon látszik, hogy délelőtt mennyi üres parkolóhely van, és most sokkal többen
nem csak most a Covid alatt, de már a vonat alatt is sokkal többen hagyták ott az autót a parkolóban, mert hogy kényelmesen be tudnak jutni a munkájukra és vissza, vagy ami szintén nagyon fontos, hogy az iskolások, középiskolások kényelmesen be tudnak jutni. És akkor ugye most e hónap elejétől már az is látszik, hogy nem csak egy átmeneti időszakban lehet igénybe venni ezt a vonatot, hanem úgy tűnik, hogy véglegesen is. Igen, aztán gyűjtöttünk újra aláírást, amit 2000-en aláírtak, ami már arról szólt, hogy kérjük, hogy hogy a végig legalább az M3-as pótlásaig, de után is folyamatosan hiába áll le, vagy készül el a 60-i fejlesztés, akkor is maradjon a vonat, és sikerrel jártunk. Tehát most június 19-től nyilvános az új, most már nem csak ideiglenesen hosszabbítgatott menetrend, ami szerint ezentúl véglegesen a keleti pályaudvarra közlekedik ez a járat, ami tényleg azt gondolom, hogy főleg szeptember 1-től, amikor kezdődik, nagyon reméljük, most már nem az online oktatás, akkor ez az iskolába járók tömegeit tudja kényelmesen bejuttatni a városba. Ugye, nyilván ez egy nagyon nagy siker, egy picit föl lehet lélegezni, de ő nem az a típus, aki utána csak szépen kényelmesen ül és logatja a lábát. Nyilván a koronavírus egy egészen újfajta helyzetet teremtett a lehetőségek szempontjából is, de milyen tervei vannak az elkövetkezendőkben, hogy például csökkentsük az autós forgalmat? Nem biztos, hogy az autós forgalmat csökkenteni a következő ilyen projektünk, az az 51-es, 52-es villamos, amelyik a lakótelepen keresztül megy, és ugye a Dunaparttól távolabbi területeket vonzana be, hogy ez a villamos az egyik a Mester utcába megy be, hogy próbáljuk meg bekötni a 2-es villamos vonalába, ami azt jelenti, hogy ugye most épül meg, ez egy pár hetes hír, hogy a főváros elkezdte építeni a délpesti fonódónak a leágazását, ami szintén az M3-as pótlásával kapcsolatos. Ugye ott a 24-es villamos vonalát kötik be a 2-esbe, ami azt jelenti, hogy a Nagyvárad térről be tudnak menni mondjuk a Kálvin tér felé a 2-es villamosra, vagy tovább a Jászai-Mari tér felé. Ami javaslatunk és programunk arról szólna, hogy ebbe a vonalba kössék bele az 51-es villamost is, nem pont az 51-est, de hogy ezen a vonalon tudjon bemenni az 51-es vonalán haladva egy villamos. Itt nézzük meg különben Erzsébeten, hogy kell-e a villamos pályáján módosítani. Viszonylag rossz helyen közlekedik, a régi, nagyon nosztalgikus húrkot érdemes-e megtartani, vagy pedig felül kell vizsgálni. Ráadásul nagyon régi, vagy nem régi, de nagyon nagy hannoveri villamosok járnak az 51-es, 52-esen, ami a lakók nagyon sokat panaszkodnak. Érdemes lenne kisebb, vagy könnyebb villamosokra cserélni, de ezek a kisebb és könnyebb villamosok közül néhány gyorsított járatonként, úgyhogy például Gubocsi úton nem áll meg, gyorsan bejuthatna a belváros felé. Tehát itt például nem a keleti felé, hanem akkor lent a Dunapart felé, kikerülve itt ezt a hévvonalat, amit majd valószínűleg felújítanak, de onnan is nagyon gyorsan be lehetne jutni mondjuk a Kálvin tér felé lent a Dunaparton. Ez a következő projekt, amiért most küzdeni fogunk. Ha most elkészül a délpesti fonódónak ez az átalakítás, ami heteken belül elkészül, akkor elkezdik nézegetni, hogy mely vonalakat is hogyan fognak rávinni, milyen utaslétszámmal. Mi abban nagyon reménykedünk, hogy el fog férni a 3-as metró pótlása mellett ez az új vonal is. Ennek szeretnénk most a szakértőanyagát elkészíteni. És mi a helyzet a szemét helyzettel, illetve a zöldítéssel? Hát szemét az örök. Ugye most hír az, hogy válságba került a fővárosban is, és hát nincsen pénz egyelőre a számláján a cégnek, hogy elszállítsa. Mi kezdjük és folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezeken változtassunk. Most zárulnak le a pályázatok, a zöldebb Pest Erzsébeti pályázatok, ami ugye a társasházak és családi házak dolgoztak azért, hogy szebb legyen a környezetük. Én nagyon remélem, hogy a veszélyhelyzetet holnap feloldják, és akkor a bizottságunk már ebben a július elején ki tud írni egy új pályázatot, ahol a játszóterek, kutyafuttatók karbantartására és örökbefogadásáról, ami azt jelenti, hogy legalább azokon a részeken is csökkenhet a szemét. És hát
és kezdjük újra a lakossági civil mozgalmakat azért, hogy takarítsunk. Nem tudom, hogy idén milyen újabb lehetőségek lehetnek abban, hogy csökkenjen a szemét a kerületben. Ami nagy siker talán, hogy a járványveszély elején Soroksáron rengeteg volt az illegális szemét, ez nagyon rossz volt a Dunaparton sportolóknak, valamilyen szinten együtt tudtunk most már működni a Soroksári önkormányzattal, és tisztább lett a Dunapart, ami a járványveszély szempontjából legfontosabb volt, mert én váltig állítom, hogy az, hogy viszonylag egészséges lélekkel lehetett élni ezt a 60-80 napot, ez az is kellett, hogy a lehető legtöbben tudjunk a szabad levegőn sportolni, és a Pesterzsébetieknek ez az egyik legnagyobb ilyen szabad levegős területe az a Dunapart volt. Bízik abban, hogy ez a járványhelyzet és a környezetnek a tisztulása óhatatlanul is valamiféle igényt megnövel az emberekben, hogy mennyire jó egy tisztább környezetben élni? Igen, nekem például egy nagyon kellemes élményem, hogy most jövőre indulni fog remélhetőleg egy közösségi kert, és már most elkezdtük szervezni, és egyre többen jelentkeznének rá, megnőtt az igény, különben ha elsétál az ember a Pesterzsébeten, de máshol is az országban megnézni a kerteket, akkor soha ilyen zöldek és szépek nem voltak a kertek. Az emberek jelentős része ma a kertszépítésre fordította a szabadidejét, amiből most a home office miatt talán több volt. Úgyhogy nekem ilyen szempontból bizakodó vagyok, ami még szintén talán fontos eleme, hogy ugye minden éve kiszámolják, hogy mikor telítődik és mikor költjük el az összes erőforrását az adott évben a Földnek. Ugye ez tavaly júliusban volt, idén augusztusban, közel 3 héttel hosszabb időt nyertünk a Földnek a Covid miatt. Élnünk kéne ezzel a lehetőséggel, és megnézni azt, hogy a fenntartható fejlődés és a nem növekedés között hol van az a vékony mezsgye, ahol el lehet indulni, és hogyan lehet valóban fenntarthatóvá tenni ezt a világot körülöttünk. Pesterzsébet öntözőrendszerei beindultak és utcái virágba borultak. A pesterzsébeti szociális foglalkoztató vezetője a Dorján Csilla kalauzolt el a virágágyások között, és közben megtudhattam, hogy kinek köszönhető, hogy a kerület látképén és zöld területein ekkora figyelem van. A szociális foglalkoztató jelenleg leginkább munkanélküli embereket, lakosokat foglalkoztat, kimondottan pesterzsébeti lakosokat. Úgy hívják, hogy közfoglalkoztatás és közfoglalkoztatás keretében. Jelenleg elég kevés a dolgozónknak a létszáma, 35 fő, akik közül itt a parkokban, ahol dolgozunk, látható körülbelül egy 20-28 fő között, akik tényleg minden nap segítik a munkánkat. A többiek betegek, szabadság, egyéb. A munkákat segítik még az úgynevezett közérdekű dolgozók is. A közérdekű dolgozók büntetésüket, szabásértésüket dolgozzák le. Ők leginkább segítik a munkánkat, mondjuk a konténereket, a illegális hulladékot, helyre lerakott konténereket szállítjuk el. Ebben a nyári időszakban mi a fő feladat, ami a teendők közé tartozik? Hát megkezdődött a tavasz. A tavasszal együtt ugye a koronavírus is, ami a szociális foglalkoztató munkáját nem állíthatta meg. A virágok elindultak, a fű az nő, és folytatni kellett, megkezdett az ősszel, télen megkezdett munkákat. Először ugye meg kellett beszélni, meg kellett tervezni az egész időszakot, hogy merre, mit ültetünk, mit fogunk csinálni, mik a tervek, ezeket természetesen a polgármesteri hivatal, a polgármester úrral egyeztettük, de mint láthatjuk, már a muskátlik fönn vannak, a muskátlikat már januárban kezdtik el ültetni, szaporítani, a virágokat szintén február elején már meg kellett rendelni, el kellett indítani, hogy most, amikor kiültetjük, valóban virágos, meg egy egészséges növény kerüljön a lakosságnak. A járványhelyzet az jelentett nektek kiesést? Volt leállás?
Nem lehetett. A szociális foglalkoztató végig dolgozott. A március végi két hét az egy kicsit nehezebb időszak volt. Akkor a közmunkások közül, közfoglalkoztatottak közül egy 10 fő volt, aki folyamatosan dolgozott. Az intézményt részlegesen bezártuk, ez azt jelentette, hogy az intézményvezető volt az intézményben, és a dolgozók viszont helytálltak az egész kerületben, a takarítást azt elvégeztük. Egyéb munkát nem tudtunk megcsinálni, de én úgy gondolom, hogy tudtuk biztosítani azt a közterületeknek a tisztaságát úgy, hogy nem érte szó a ház elejét. Most, hogy volt ez a járványhelyzet, én egy egész más oldalról ismertem meg az embereket, és a hivatalt, és a lakosságot, mert olyan összefogás volt, amit máskor nem tapasztaltam. Úgyhogy nagyon nagy köszönet éri a jegyzőasszonyt, a polgármesterület, akik amikor kellett, megkaptuk a szájvédőt, megkaptuk a kesztyüket, tudtunk szerezni megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszert, és a dolgozóim lelkesen, ha kellett túlórába, fertőtlenítették a sétálutcában a padokat, hétvégén, szombaton, vasárnap, tehát ott voltak, és mindent beletettek, hogy rendben legyen a kerület tisztasága és a látképe. És még a járványhelyzet, az milyen plusz feladatokat hozott be még itt a padoknak a fertőtlenítésén kívül, van még esetleg? Tulajdonképpen ugyanazt csináltuk, mint előtte. Ami plusz volt-e a fertőtlenítés, állandóan jártunk ugye a pumpával, és takarították az emberek a játszószereket, végig takarítottuk, rendszeresen ellenőriztük, hogy van-e valahol olyan játszott tér, amit feltörtek, megnéztek, megsérült valahol, de inkább arra tudtunk koncentrálni, hogy amikor nem használják a játszótereket, kevesebben vannak kint a parkokban, legyomírtottunk mindent. Úgy látom, a gyom már újra elindult, úgyhogy megint ismételni kell ezt az eljárást. Érdekelt, hogy a járványhelyzet erősebb időszaka alatt nem volt-e aggodalom azokban a dolgozókban, akik a fertőtlenítést végezték. Én úgy láttam, hogy nem. Akinek volt aggodalma, az nem jött el dolgozni. De mindenkinek volt fertőtlenítőszere, tehát mindenkinek osztottunk ki, amit bármikor használhatott. Én úgy gondolom, hogy mindenki megkapta, volt, amikor egy napra több kesztyűt is kapta, hogy ki tudják dobni az elhasználódottan. Örültek annak, hogy a lakók megköszönik, és saját maguktól volt, aki felhívott a önkormányzatnál, a Dányi Zoltán brigádvezetőm, hogy főnök asszony, a postánál is szeretnénk lefertőtleníteni, mert nagyon sok ember van. De saját maguk is nézték, hogy lehet segíteni ezen a helyzeten. Érdekelt, hogy milyen egyéb feladatokat látnak el a kerület szociális dolgozói. A takarítás az alap, mert ahhoz, hogy egy kerület szép legyen, tiszta legyen, ahhoz a takarítás mindenképpen szükséges. A kertészet, ezt nagyon szeretik. Itt éppen a Topánka utcában a kollégáim a virágokat ültetik, illetve azokat a virágokat, amik rossz állapotban vannak, cserélik. Tehát most megnézik, nehogy a későbbiekben probléma legyen. Vannak, akik fűnyírással foglalkoznak, és bizonyos helyszíneken ővágják a füvet, és vannak, akik cserjemesztésekkel. A fűnyírásban már most 4-szer levágtuk a füvet. Tehát itt, ahol most állunk, ez van 5-5-ször. Ezt idén 5-5-ször vágtuk le. Esik az eső, süt a nap, szárazság van, és hogyha nem megy az öntözőrendszer, a fű kiszárad, annyi sok munkát és pénzt beleöltünk, hogy kár lenne érte, hogy valami baja legyen. És az idei évre milyen új helyekre kerültek virágok vagy plusz ágyások? A tavalyi évben, ahol felújítások történtek, tehát ott részben a tavalyi virágágyásokat újítottuk föl, meg újította föl a vállalkozó. Nagyon szép lett a Lajta utcában az új virágágyás, ami egy régi homokozó felújításából került felújításra. Természetesen az egészet lebontották és újra építették, nagyon szép lett az Onodi közzel együtt. Kíváncsi voltam, mi alapján dől el, hogy melyik növénynek hova kell kerülnie. Az előző évben ősszel végigmentünk minden ágyáson. Megnéztük, hogy melyik virág az, amelyik nem bírja a napot, az árnyékot, ezt a helyet, más helyet. És akkor ezeket szépen jegyzeteltük,
Van egy kertészmérnök kolléganőm, és ő összeállította a virágokat, és ebben a kerületben 30 ezer egy nyári virág került most elültetésre egy vállalkozó segítségével. Tehát az együttműködés az nagyon jó volt, tényleg nagyszerű volt, talajcsere, a tápanyaggal feltöltöttük a földeket, és mit mondom, minden héten ellenőrizzük, hogy a virágoknak esetleg valami problémája nincsen, mert ugye nem csak a víz, de jöhet egy kártevő, jöhet egy gomba, tehát nagyon sok mindenre oda kell figyelni, és azonnal kell lépni. A rózsáknál például már harmadszor kellett permetezni. A liszharmat az viszont az nagyon szerette ezt az időszakot. Csapatmunka. Általában, és nagy rész, nagyon jó a kollegialitás. Tehát, hogyha amit, akiket most itt látunk, az önkormányzatnál dolgozó brigádok, ott egymás segítik. A lányok, akik a kimondottan a virágágyásokkal, virágokkal foglalkoznak, egyértelmű egymás segítik, és másképp nem menne. Hogyha a brigádok nem fognának össze, akkor itt elszaladna a világ. És az elmaradhatatlan szemétkérdés. Vajon a virágok és a rendben tartott területek kevésbé érintettek? Mindenhol van szemét, viszont a lakosság úgy látom egyre inkább segíti a munkánkat. A járványhelyzet alatt nagyon nehéz volt, mindenki otthon, mindenki takarít, mindenki a saját kertjét rendezi, felújítja a lakását. De ennek ellenére van egy olyan kemény mag, aki segíti a mi munkánkat, az önkormányzat munkáját, a rendvédelmi osztály munkáját, hogy ne legyen ez a szemét mindenhol, mert ki szeret ebben élni. A szemétszállítás ennek ellenére jóval nagyobb mennyiség volt, mint az előző hónapokban, de hát ez, mondom, köszönhető a lakosság otthonlétének. Amit viszont kiemelnék, hogy egyre több lakó szeretné a lakótelepi társasházak előtt a zöld területet rendbe tartani, és ez egy óriási dolog szerintem. Ugyanúgy, mint hogy megindult a közösségi kertnek is a gondozása, polgármester úr engedélyével, először a bolgár önkormányzat, aztán belefogtak többen, és most már csak így állok és bámulok, hogy mi történt. Az erzsébeti lakosok hozzáfogtak valamihez, és akarják, hogy itt tényleg zöld legyen, és ők is tegyenek érte. A budapesti kerületek között Pesterzsébet kiemelkedő a virágözönt illetően, de ehhez sok ember állandó munkája és figyelme szükséges, hiszen nem kis feladat gondozni, illetve megvédeni ekkora zöld területet a gyomtól és szeméttől, amelyek nem illenek egyik ágyásba se. Itt ülünk a Gál galériának a belső udvarán, ahol én még bevallom őszintén nem voltam, de nagyon szépen megcsinálták. Mikor készült ez el, hogy ilyen szép állapotba hozták? Igen, hát tulajdonképpen május folyamán készült el. Nagyon örültünk neki, mert ugye ez a galéria szobor kertje, és hát most ezekkel a virágokkal és ezzel a felújítással még szebb és vonzóbb lett. Sajnos. Az apropója az ugye az volt, hogy a 150-es évforduló alkalmából itt mindenféle koncerteket lehet majd tartani az ünnepség keretében, de hát ez úgy néz ki, hogy ezt elvitte ez a vírus, de reméljük, hogy majd azért a későbbiekben pótolható lesz. Meg elképzelhető, hogy amíg még az idő kellemes, valami szabadtéri, vagy esetleg egy mennyitót akár egy kicsit kihelyezni is, vagy bizonyos részét, tehát valamilyen módon ez hasznosulni fog. Igen, tulajdonképpen ezt a kertet használtuk mi arra is, hogy ugye amikor tavaszi tárlat van, azzal megnyílik a művészeti napok, és az májusra esik mindig. Hát idén persze ez megint csak, hogy elmarad, de akkor szoktak, tehát volt olyan, hogy itt a kertbe tartottunk koncertet, vagy előadást, és azt azért úgy szerették, vagy a közönségdíjat itt adtuk át záró rendezvényen. Talán nem lehet elégszer elmondani, hogy itt nem csak nagyon szép virágok vannak és fák, hanem nagyon szép műalkotások is, hogy kiknek a műalkotásait láthatjuk itt. Igen, két szobrásznak az alkotásai vannak itt a kertben. Az egyik az korábban került ide Megyesi Ferencnek a Szoptató anya vagy anyagyermekkel című szobra, ez 1962-ben került ide. Sokan talán
talán ismerhetik, az 1000 forintosnak a közepén is rajta volt ez a szobor. Érdekessége az, hogy már olyan 1917 körül dolgozott ezen a munkán Megyesi, tehát odáig vezethető vissza a kompozíciónak az eredete. Aztán a Gellért-hegyen is felállították 54-ben, és található még ennek variációja Debrecenben is, meg a Megyesi Múzeumban Debrecenben egy gipsz verziója, meg ha jól tudom, még Szolnokon is. Tehát ez nagyon izgalmas ennek a szobornak az előélete. Szeretik az emberek, egy nagyon finom, egy kicsit olyan archaikus a kompozíciója, ez a zártsága, ez az egyszerűsége. Tulajdonképpen a művésznek a párját és a közös gyermeküket ábrázolja, tehát ez a meghittség mondjuk talán innen is van, hogy ők voltak a modell. A másik alkotó, akinek a munkái itt láthatók, Meszlényi János, tőle három mű látható a kertben. Tavaly ősszel talán, ha valaki emlékezik, volt egy nagy kiállítás itt a Gál Imre galériában, amivel Meszlényi Jánosra emlékeztünk, életének utolsó évtizedeit itt élte Pesterzsébeten, korábban Székesfehérváron is élt. Az ő szobrászatának az érdekessége ez a rézlemezből való alkotás, és ennek a példáit is látjuk itt a kertben. Ez a Lebegés című szobor, ami itt mellettünk van, ez egy ilyen, még élt a művész, hála Istennek volt szerencsém beszélgetni vele erről, 2004-ben került elhelyezésre itt. Ez egy Beethoven nagyszabású kompozíciónak az egyik darabja, és ez több részből állt volna, és hát ez az első darab, ez került itt elhelyezésre. A későbbiekben lehetséges, hogy többi darabja is az özvegytől majd ide kerülnek, erről már folytak tárgyalások. A sárkányeregetők, a másik, ami mögöttünk van, ami itt látható a szoborkertben, és egy Mednyánszky László emlékére készült szobor, ami hát nagyon szép mind a három alkotás, és hát jó, hogy egy helyi szobrásznak ilyen kis intim, meghitt kertben, ilyen zárt kertben láthatóak a munkái. Bízom benne, hogy minél többen láthatják majd hamarosan. Köszönjük szépen! Több mint három évtizede láthatják a Pesterzsébeti Múzeumban Neményi Lili emlékszobáját, látogathatják, és minden bizonnyal ez is hozzájárult ahhoz, hogy ennek a maga korában nagyon híres és nagyon népszerű művésznőnek az emlékét így is megőrizzük, és a jelenben is folytassuk a vele való kapcsolódást. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Benyovszky Tóth Anitát, a Pesterzsébeti Múzeum munkatársát. Örülök, hogy újból beszélhetünk. Szép jó napot! Örülök, hogy itt lehetek meg itt. Ma ugye a Neményi Lili kiállítás kapcsán, amit sajnos még nem lehet megnézni, illetve az emlékszobája kapcsán beszélgetünk egy kicsit, de kezdjük onnan, hogy egyáltalán Neményi Lili hogyan kapcsolódik Pesterzsébethez, és mi volt ez a találkozás, aminek a nyomán a Pesterzsébeti Múzeumban rendezték az emlékszobáját? Igen, hát az a furcsa helyzet állt elő, hogy mindenki, vagy nagyon sokan azt hiszik, hogy Neményi Lili azért került Pesterzsébetre, mert vagy itt született, vagy itt élt, vagy itt halt meg. Hallottam már azt is, hogy a villa, ahol a Pesterzsébeti Múzeum működik, az ő villája volt, úgyhogy nem, egyik sem a jó helyes megoldás. Tulajdonképpen csak arról van szó, hogy az ő pályája során volt kettő fontos időszak, amikor ő Pesterzsébeten sűrűn fellépett, és nagyon megszerette. Na, ez a hivatalos válasz. Van egy nem hivatalos válasz is, amit én tudok, mert ugye mivel a gyűjteményünkben van az ő teljes hagyatéka, azért az iratanyagban ott van, hát ő első körben Debrecennek ajánlotta fel a hagyatékát, de Debrecen a városa akkor úgy döntött, hogy nem tud neki emlékszobát létesíteni. És akkor második körben jött a Pesterzsébeti Múzeum szóba, és itt nagyon örültek ennek a felajánlásnak. Emlékszoba, az mennyire jellemző, vagy mennyire különleges?
Nagyon különleges, mert országos szinten is azért nagyon kevés színháztörténeti emlékszoba van. Ennek mi lehet az oka? Hát pontosan emiatt, hogy azért ilyen hagyatékokat nem sűrűn, teljes hagyatékokat nem sűrűn ajánlanak föl, és ezért csodálatos, hogy Pesterzsébetnek van egy ilyen kis gyöngyszeme, mert aki már járt az emlékszobában, az láthatja, hogy mennyire különleges, tényleg izgalmas kis kiállításról van ott szó. A rendelkezésben volt-e valami meghagyva, hogy például mondjuk mindennek pont úgy kell kinézni, hogy eredetileg volt, vagy hogy nézett ki ennek az egésznek a menete? Hát nem egyéni végrendezete elég szigorú volt, tehát ő 1988-ban halt meg, és 89-ben már meg is rendezték ezt a kiállítást, akkor még nem ott volt ebben a szobában, nem is teljesen így nézett ki. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogyha valaki bemegy ebbe a szobába, akkor Neményi Lili legutolsó lakásában találja magát, ami a Tanács körúton, azaz Károly körúton volt a 7. emeleten, és tulajdonképpen belép az ő szobájába, az ő bútorai között mászkál, a fal tele van mindenféle színházi erekjével, fotóval, levelekkel, nagyon-nagyon kellemes, viszont ő kikötött több mindent, egyrészt, hogy minden évben az ő tiszteletére Neményi Lili emlékműsort kell tartani. És ezt mindenki betartotta, tényleg minden évben, 89-től kezdve minden évben meg lett rendezve a mai napig, úgyhogy tavalyi évben, mert mindig novemberben a születésnapja környékén van ez a rendezvény. Tavaly is megtartottuk, az volt a 30. ilyen alkalom a Gálinde galériában. Ez mindig nagyon sikeres teltházas koncertünk. Ugyanakkor mást is kikötött még sok mindent, például a Színház és Filmművészeti Egyetemben alapított egy sanzon versenyt. Én úgy tudom, hogy azt is minden évben megtartják. És színművészeti egyetemisták szoktak ezen a Neményi esten föllépni, ugye? Igen, igen. Szoktuk őket is meghívni, igen, hogy tartsanak előadást nekünk. Egyébként, hogyha ugye ilyen szigorú volt ezekben a meghagyásokban, mit lehet tudni, hogy ő ilyen ember is volt egyébként? Elég precíz ember volt, az biztos. Abból is látom, hogy a hagyatékában a teljes levelezés, tehát a levelezés a nagy része megvan, őt ez nagyon akkurátusan félrerakosgatta a kis dolgait, és ő nagyon-nagyon szeretett emlékezni. Tehát tényleg több ilyen riportműsort csináltak vele már idős korában, és nagyon-nagyon szeretett mesélni. Rengeteg cikk jelent meg róla, mesélte az életét, egy nagyon vidám, jókedvű és nagyon vicces ember lehetett. Milyen élete volt, milyen volt a pályafutása, mit tudunk? Nehéz. Hát tulajdonképpen ő egy 4 generációs színész családból származik, ami azt jelenti, hogy már több generációra visszamenően is vándorszínészek voltak az ő ősei. Tehát ott mindenkinek színésznek kellett lenni. És ez tulajdonképpen az ő gyerekkora is így indult, hogy édesanyja Polgár Ironka nem tudta nevelni, mert hát egy fiatal vándorszínésznőnek nem nézték el azt, hogy aki pici gyerekét magával hurcolja városról városra, ezért őt a nagymamája nevelte, Selényi Emília, mert egy anyaszínésznőnek azért már ugye elnézték ezt a dolgot, és hát rengeteg anekdota van ebből az időszakból, hogy mégiscsak lássuk, hogy azért ez nem egy klasszikus gyerekkor, tehát hogy a nagymamával vonattal mozdulnak hónapról hónapra, mindig máshol, és tényleg amikor picike volt, akkor előadás közben ő a jelmezes láda alsó fiókjában aludt, és mindig valaki vigyázott rá, aki éppen nem volt kint a színpadon, vonattal mentek rengeteg pakkal, kiskárdal, gramofonnal, mindennel, hogyha vécéznie kellett a kis Lilikének, akkor a vonatablakon így kitolták a fenekét, hogy el tudja végezni a dolgát. Nagyon-nagyon nehéz. De még mindig jobb volt neki, mint a féltestvérének, mert a féltestvére Szabó Ernő. Nem tudom, biztos mindenki emlékszik ő rá, Szabó családból ő volt Szabó bácsi, meg a Hannibál tanár úrnak is ő volt a főszereplője, hát ő a Neményinek a féltestvére, az édesanyjának egy korábbi kapcsolatából, és ő sajnos meg Lelencházba kezdte az életét, mert őt semmilyen módon nem tudták tartani, tehát nem vitték magukkal. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz életkezdet, hogy úgy mondjam. És hogyan folytatódott, igen? És őt hát elég korán a színpadra lökték szó szerint, mert hogy ő nem akart színésznő lenni, de hát muszáj volt, mert akkor még amint tudott a színpadon valamit produkálni, akkor még egy kereső volt a családban, és arra nagy szükség volt.
Tehát így indult, de aztán menet közben valószínűleg megszerette ezt a pályát, hiszen ott maradt. Nyilván, tehát ő azért Szatmárban, Kolozsváron nagyon-nagyon ünnepelt színésznő volt pályája elején, ez a 20-as években járunk most, és utána került Szegedre, Budapestre, Miskolcra, ahol olyan nevekkel játszott együtt, mint Jávor Pál, Bilicsi Tivadar, Páger Antal, tehát a legnagyobb nevekkel játszott együtt. Ugyanakkor Budapesten nem sikerült az indulása, valahogy ez pont rosszul jött ki. A Fővárosi Operett Színházban szerepelt egy darabban Kabos Gyulával és Medgyaszaival, és az egy elég nagy bukás volt az a darab. Úgyhogy nem sikerült a budapesti indulás. Emiatt vidéken folytatta tovább abban az időszakban? Igen, vidéken folytatta, azután jött Miskolc, ahol nagyon szerették, és utána Budapestre visszatért, a 30-as években ő sanzon énekesnőként működött. Tehát ő a Royal Orfeumban énekelt, Parisiet kávéházban és ilyen helyeken, és ekkor jött az ő életébe a nagy szerelem. És itt jön a képbe Horváth Árpád, aki ugye az emlékszobánk, az Neményi, hivatalosan Neményi Lili és Horváth Árpád emlékszoba. Ő volt egyébként a második férje Lilinek. Ő a Nemzeti Színháznak volt ekkor a főrendezője, és hát 33-ban házasodtak össze, és ez volt a nagy szerelem az ő életében. És ez szakmailag mennyiben segítette az őt? Semennyire. Horváth Árpád egy rendkívül szigorú ember lehetett, és kifejezetten ellenezte azt, hogy az asszonykájának a pályáját egy gyengesse, úgyhogy ez egy érdekes felállás volt, hogy a Nemzeti Színház főrendezőjének a felesége a Hangliban énekel esténként, de mégsem. És akkor itt jön a képbe Pest Erzsébet, hogy akkor térjünk rá, hogy akkor most akkor miért is Pest Erzsébet. Az egyik időszak, amikor rendszeresen, szóval sokat föllépett Pest Erzsébeten, az akkor volt, amikor Horváth Árpáddal együtt megpályázták a Debreceni Csokonai Színház bérletét, és azt meg is nyerték. 36-tól 39-ig tartott ez az időszak, és a Debreceni Csokonai Színháznak két nyári játszóhelye volt, az egyik az Sátoraljó helyen, a másik pedig Pest-Szent Erzsébeten. És akkor most gondolkozzunk el, mert ugye lebontották a színházunkat, a Török Floris utcában ott fejeztük be múltkor 31-ben, és akkor hol játszottak? Hát volt egy másik színház, amire még vannak, akik emlékeznek az idősebbek közül. Ez a Tátratéri piaccal szemben a Kende Kanut és a Kossuthinak a sarkán volt egy üres telek, és oda felhúztak egy szintén deszka színházat, és ezt abban az időszakban deszkaoperának, faoperának csúfolták ezt az épületet, mert Darvas Ernő színigazgató játszott benne 97%-ban operetteket. És akkor jött a Debreceni Színház, ami nagyon-nagyon híres társulat volt, nagyon csodálatos előadásokkal, és akkor ebben a fahodályban nyaranta játszottak. De itt csak két nyárról beszélünk, 37 és 38 nyaráról. Tehát a nagy szerelem Pest Erzsébettel az első körben ennyi volt, hogy kétszer két hónapot itt játszott a társulat, vagy három hónapot. És aztán hogyan folytatódott ez a pálya? Hát aztán úgy folytatódott a pálya, hogy a Debreceni Színház az rossz véget ért, mert hát a politikai színeváltozások miatt Horváth Árpád teljesen ellehetetlenült, Debrecenben meg is szerződést is bontott vele a város, és akkor ez a rossz széria ez úgy folytatódott, hogy Sátoraljó új helyen voltak éppen nyáron, ott se fogadták őket, aztán jöttek át Pest-Szent Erzsébetre, már elkezdtek próbálni, és itt is megtagadták tőlük, mert tűzveszélyessé nyilvánították a színházat, most idézőjeleket mutatok, és akkor kénytelenek voltak távozni. Tehát akkor a Horváth Árpád öngyilkosságot is megkísérelt, annyira elkeseredett, mert utána nem kapott koncessziót Budapestre, és akkor váltani kellett. Mindenüket elárverezték, tehát egy nagyon-nagyon rossz időszak következett az ő életükben. Hogyan folytatódott? És azután jött a második időszak, ami Neményi életét
életét valamennyire Pesterzsébethez köti. Ez a 40-es évek eleje, amikor szintén politikai okokból kifolyólag ő nem léphetett fel budapesti színpadokon, hanem ilyen vasas matinékon, munkás matinékon játszott, és itt a Chiliben is rengeteget. Szóval sokat föllépett a Chiliben is, ilyen munkás előadásokon, és hát itt van olyan anekdota, hogy... Előadások, vagy inkább ilyen léplélekformáló előadások, vagy mindkettő? A Neményi Lili azért izgalmas, mert amikor azt mondjuk, hogy ő, most kicsit visszaugrok, tehát amikor ő azt mondjuk, hogy ő sanzon énekesnő volt, és a Royal Orfeumban énekelt, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ő magyar költők megzenésített verseit énekelte, és hát irodalmi értékű sanzonokat. Tehát amikor ő munkás előadásokon lépett fel, akkor ő ilyen népnevelő célzattal is, ő ilyen komoly dolgokkal készült, és nagyon-nagyon szerették. A cenzúra már kevésbé, mert például pont a Chiliben van egy olyan történet, hogy eljött fellépni, a cenzúra az összes műsorszámát kihúzta, és utána nem tudott mit énekelni, és akkor könyörögtek, hogy álljon legalább ki a színpadra, aztán mutassa meg magát. És igen, tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt. Állt is megmutatta magát? Igen, kiment, megmutatta magát, és akkor kiabáltak neki az emberek, hogy akkor énekeljen. Mondja, hogy ő nem tud énekelni, de tud maga énekelni, de nincs mit énekelni. Úgyhogy ez egy kemény időszak volt az ő életükben. Mi az, amit még fontos tudni Neményi Lili kapcsán? Ugye az idősebb generáció őt még tán színpadon is láthatta, és ez egy nagyon érdekes váltás, mert Neményi Lili egy különleges színésznő volt a maiakhoz képest mindenképpen, mert ő mindent tudott. Egyrészt nem járt ugye színiskolába, hanem megtanulta a színpadon, amit kellett, és ő a hosszú pályafutás alatt játszott operettekben, játszott prózai darabokban. Például a Heltai Jenő Néma Leventéi a szerző azt mondta, hogy jobb, mint Bajor. Jobb, mint Bajor vízi. És ez pont Pesszent Erzsébeti előadásom volt, amikor én úgy tudom, hogy Helta Jenő megnézte a felléptét. Tehát prózai színésznőként is nagyszerű volt, sanzon énekesnőként is nagyon jó volt, és akkor a pályája végére, tehát 46-ban, amikor már lehetett, akkor őt fölvették a operaházba. Tehát azért ez egy nagyon különleges pályakép, tehát mit keres Neményi Lili az operaházban? Hát pont ugyanezt gondolták a operaházi tagok is akkor, hogy mégis ez a sanzon énekesnő most mit akar itt, és nehezen fogadták el, de aztán ő közben képeztette folyamatosan a hangját, tehát ő egy nagyon csodálatos opera énekesnő volt. Tehát operaházi szerepeiben azért sokan láthatták őt még. Hát illetve még tévéfelvételeken így a 60-as években. Miként látta ő vajon magát, vagy volt olyan műfaj, ami úgy érezte, hogy a legközelebb áll hozzá, vagy mindegyikben teljesen otthonosan mozgott ő? Hogyan emlékezett vissza, tudunk-e valamit? Ahogy már mondtam, ő a komoly műfajokat nagyon szerette. Tehát ő is, és a férje Horváth Árpád is mindig valami fontosat akartak alkotni. Tehát ők nem alkudtak meg, ez volt a Veszte Horváth Árpádnak többek között, hogy ő nem akart megalkudni. Debrecenben is ő egy európai szintű színházat vitt, teljesen alaptalanul, mert nem volt felvevő közeg, nem volt hozzá elég pénz, de ő nem adott alább sohasem. És ezért mondjuk én ezt a pályacsúcsot érzem úgy a Neményi Lili esetében, hogy végre ott volt, ahova ő való volt. Budapestre, és ráadásul az opera a házba, és azt hiszem ez így megkoronázta az ő pályáját mindenképpen. Az ő jelenléte hozott-e valamiféle változás, vagy valami folyamat elindult az operában, hiszen ugye az opera műfajával kapcsolatban nagyon sokáig, mai nap már nem, de úgy vannak olyan kritikák, hogy ugye a színészi teljesítmény az vékonyabb szokott lenni, és inkább az énekhang volt előtérben, és hogy oda kerül egy színésznő, az nyilván egy nagyon üdvös változásnak, talán az elindítója is lehetett. Igen, hát Neményi Lili klasszikus értelemben színésznő volt. Tehát ő azért volt nagyon különleges, mert az operaházi bemutatkozása is úgy nézett ki, hogy majd lesz egy premier, amiben játszik, de lebetegedett valaki,
tessék, lehet menni, székelyfonó, már 2 nap múlva. És akkor, na most ez az, amikor valaki vándorszínész vénával rendelkezik, és már eleve úgy szocializálódott, hogy ilyen iszonyú mennyiségű repertoár van a fejében, és hát ő Debrecenben játszotta a székelyfonót, tehát őt be lehetett ugrasztani egy előadásba, mit tudom én, egy színpadi próbával, vagy tudom is én. Úgyhogy ő nagyon-nagyon különleges volt ilyen szempontból, és hát valóban, tehát ő mint prózai színésznő, kiérleltebb volt esetleg ahhoz képest, mint hogy valaki csak operába játszott volna korábban. Ráadásul abban az időszakban magyarul énekelték az operákat, és ezért ez fontos, mert egészen másképpen adja át valaki a saját anyanyelvén az operát. Az indulás, ugye ez a vándorszínészet, hogy állandóan menni kellett, utazni kellett, ez mennyiben határozta meg az ő személyiségét? Fontossá vált neki az, hogy legyen valami fix helye, valami otthona, ahol van, vagy épp az, hogy ebben a mozgásban találta meg inkább az otthonosságot? Mit tudunk? Hát igazából talán úgy közelíteném meg ezt a kérdést, hogy nem csapta nagyon földhöz, amikor az életében olyan szakaszok jöttek, amikor menni kellett, mert pénzt kellett keresni. Tehát amikor nem sikerült mondjuk a budapesti bemutatkozás, akkor nem esett kétségbe, ment vissza a vidékre, vagy valamelyik erdélyi színpadra. Tehát ez nem volt probléma. Ugyanakkor nyilván tehát mindenkinek ott van az életében, hogy a stabilitás fontos. Tehát neki is a középiskolai időszaka volt az, amikor végre a család így együtt tudott lenni, nagymama, anyukája, a féltestvére, mert akkor a Nagy Károlyban kibéreltek egy színházat, és ugye nevelőapja Neményi László, ugye tőle kapta a nevét, mert őt nem így hívják, tehát nevelőapjával akkor egy kicsit ilyen stabil időszak következett, amikor egy helybe tudtak, amik tönkre nem mentek persze, és utána pedig a budapesti időszak, ahol végre lett egy lakás, ahol otthonra lehet. Mm. És ezt a lakást láthatják most a kedves látogatók, hogyha eljönnek hozzánk. Általában nyilván mindenkinek más az impulzusa, hogyha besétál valakinek az életébe tulajdonképpen, de hogy mi mindent adhat egy ilyen, amikor az ember belesétál? Egyfelől egy kicsit egy ékszeres doboz is, hiszen a színész, a művész lét, meg annak az összes relikviája az ott megjelenik, de nyilván az ember, a személy is valahogy ott megmutatkozik. Milyen fajta hangulata van ennek az egésznek, mit tud adni? Hát mindenképpen fontos az, hogy egy életút láthatóvá válik, mert ugye pont a színészek azok, akik egy olyan műfajt művelnek, ami eltűnik, tehát nem nagyon maradnak emlékek. Ha valaki nyilván jár egy színházi előadáson, akkor az megmarad az emlékezetében. De maga a színész lét az így, ilyen komplexen szerintem egy emlékszobában nagyon gyönyörűen megmutatkozik. Tényleg gyönyörűek a bútorok, rengeteg színlap van a falon, rengeteg családi kép van, és tényleg nagyon otthonos. Tehát Neményi Lilinek vannak fotók a lakásáról is, és az is pont ugyanilyen volt, ugyanilyen kedves, ilyen vendégfogadó, barát, vendégbarát. Maga ez a felajánlás, hogy ő felajánlotta azt, hogy az otthonát, illetve a hagyatékát átadja, és berendezhetik, megalkothatják egy múzeum keretében az ő otthonát újból, az nyilván összefüggésben van azzal, hogy ugye neki nagyon fontos volt az emlékezés, és ugye hát azt szerette volna, hogyha emlékeznek rá. Gondolom ez most egy méltó képviseleten az ő emlékének. Igen, és mi nagyon-nagyon odafigyelünk rá, hogy ez így is maradjon, tehát az emlékszoba már több alkalommal föl is lett újítva, teljesen meg lett újítva, illetve 2018-ban a halálának a 30. évfordulójára rendeztünk még egy kiállítást, a középső teremben időszaki kiállítást, Neményi Lili Pesterzsébeten címmel, ami kifejezetten a hagyatékról szólt, hogy olyan darabokat is felhozzunk egy kicsit a gyűjteményből, felfrissítünk, amik eddig nem voltak láthatók. Mert a gyűjteményben például van néhány fellépő ruhája, gyönyörű fellépő ruhája, és azokat restauráltattuk, épp az is ki volt állítva. És most az bekerült az állandó kiállításba is néhány darab, mert hát az egyik legfontosabb szerepe, ami általában amiről rá emlékeznek, az operaházban a Pillangó kisasszony volt.
Ugye ő volt, őt mindenki a csotorszánnal azonosítja. És a gyűjteményünkben van három kimono jellegű fellépő ruhája is, és most ezeket is restauráltattuk, és gyönyörű állapotban meg lehet most azokat is tekinteni. Szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon sokat hazudott a életkorával kapcsolatban, de hát számoljuk, hogy hány éves volt, amikor őt az operaházba fölvették. Tehát 1902-ben született hivatalosan, operaházban nem ezt a dátumot mondta be, és 46-ban vették fel. Tehát nem feltétlenül egy csotoszánkor. Na most ehhez képest ő ezt a 15 éves japán géstát 63 éves koráig játszotta az operaházban. Úgyhogy ennek a relikvia is nálunk vannak, mert hatalmas legyezőgyűjteménye van, és abból is jó párat ki tudtunk állítani. Tehát tulajdonképpen ő egy igazi, mondhatjuk azt, hogy külsejére, megjelenésére ügyelő művésznő volt az a klasszikus értelemben, ahogy ezt elképzeljük? Igen, igen. Hogyha ilyen régi felvételeket, filmfelvételeket, fotókat nézzünk róla, mindig teljesen ugyanúgy nézett ki. Tehát még öregségében is fiatal volt. Mindig ugyanaz az a nagy, föltupírozott nagy frizura, mindig gyönyörű fellépőruha, mindig nagyon kedves, olyan átható személyisége volt. Mit gondol, van esetleg olyan gondolat, amit úgy hozzá szoktak kötni, gyakran emlegetett idézet, vagy egyáltalán, hogy mi az, ami... ahogy ő elképzelte valahogy, hogy hogyan emlékezzenek majd rá, kirajzolódik egy kép? Abszolút. Ő, szerintem az életpályája végén ezt csinálta folyamatosan, hogy ő maga megkonstruálta, hogy hogyan emlékezzenek rá, de tényleg. Vannak ilyen szállóigék, amiket mindig ő mondott. Az egyik ilyen, ami most itt hirtelen eszembe jut, hogy ő Tália lekent paknője. Mert... ugye ahogy szokták mondani, Tália felkent papnője, de nem, mert hogy ő neki a pályája úgy indult, hogy ugye még gyerekkorában megszökött, mert otthonról nem akart színésznő lenni, és a nagymama utána ment kocsival, és hazarángatta, és lekevert neki egy hatalmas pofont, és ezért mondja ő magáról, hogy lekent, Tália lekent papnője. És hát sok ilyen van még, amiket ő így magáról mondogatott. És vajon milyennek látta magát, hogy milyennek szerette volna, hogyha arra emlékeznek? Hát igazából valahol őnek ilyen szomorú volt a sorsa. Ez egyik dolog, ami miatt szomorú volt, hogy sok tragédia szegélyezte az életét, másik, hogy nem lett gyereke. Tehát ez az egy volt az, ami miatt egy kicsit úgy érzem, hogy ő valahol egy ilyen szomorú színésznő, mert ugyan a pályája csodálatosan végül beteljesedett, de mindezt olyan események szegélyezték, ami nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát most nem is beszéltem róla, de azért az időszak, amin ő keresztül ment, az nagyon-nagyon keserves. Hát akik majd, ha újból meg lehet nézni a kiállítást, bízunk benne, hogy minél hamarabb újból mennyit, akkor minden bizonnyal mindennek fognak tudni és látni és tapasztalni. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést is, ismét élmény volt. Nagyon szívesen, köszönöm én.